Perbel polgármestere újabb ötesztendőre Varga László korábbi polgármester. Gratulálok az eredményhez. Nem kérdezem, hogy számított-e rá, hiszen egyértelmű volt, hogy ön fog nyerni. Hogyan élte meg a választás napját? Köszönöm szépen a gratulációt. Igen, nem volt váratlan. Itt Perbálon nem csak hogy egy polgármester jelölt volt, hanem a képviselőtestület 6 tagjára és 8 aspiráns volt, tehát nem volt igazából felfokozott választási harc, mint egy némely településen, itt akár a környezetünkben. Békés, nyugodt kampány volt, nem volt semmiféle atrocitás előtte, és úgy én és úgy a képviselőjelöltek is szerintem nagy nyugalommal várták végül is az eredményt. Volt egy kis ilyen eredményváró itt este, megköszöntük a szavazókörökben és a helyi választási bizottságban dolgozó kollégáknak, kolléganőknek a közreműködést, egyet kocintottunk, és így ünnepeltük, így zártuk az estét. Viszonylag hamar volt eredmény, mivel egyszerű volt itt a képlet, úgyhogy nem úgy hallottam, hogy máshol akár hajnalig is eltartott, nálunk ez gyorsan ment. Hány szavazattal választották újra? Perbálon, mivel ez volt a helyzet, ahogy az előbb felvázoltam, alacsony volt a részvétel, tehát az országos alatt, illetve a környező települések alatt, tehát 34%-os volt csak a részvétel. Szám szerint nem tudom, hogy pontosan hány, de akik elmentek, annak egy néhány olyan szavazó lap volt, amely üresen került az urnába, úgy a részemre, úgy a többi képviselő vagy egyéb megyei listákra, tehát elenyésző 1-2%. Úgyhogy nem mondhatom, hogy 100%-kal, de az érvényes szavazatok 100%-ával. Milyen testület folytatja a munkát? A testület tagjai azok szintén a nagy részt a régi képviselők, az előző testület tagjai. Két képviselő magánéleti vagy egyéb helyzetek miatt nem vállalta a további képviselőséget. Helyére a mi kis csapatunk, akik így összeálltunk, ilyen rajtam kívül mint független jelöltek, lokálpatrióták, tehát két új tagot kerestünk ő helyettük, vagyis legalábbis jelöltet, két hölgyet. Ők sem teljesen ismeretlenek, hiszen az egyikük a Német Nemzetiségi Önkormányzatot vezette eddig is, és valószínűleg ezen túl is, ezek után is fogja. Másikuk a helyi védőnő, és tehát ő sem teljesen újonc, hiszen a Szociális Bizottság külső tagja volt eddig, és hát talán nem is meglepő módon a két újonc kapta a legtöbb szavazatot, tehát végül csak két csere történt a képviselőtestületben, és hosszú idő óta, vagy után végre újból bölcstagokat is magunk között tudhatunk. Nem hiszem, hogy bárki csalódott lett volna. Én egy picit a részvételi arányt magasabbra gondoltam, de hát tudomásul kell venni, hogy ha nem volt éles a verseny, akkor sokan a jó idő miatt más elfoglaltságot választottak. Említettem már a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, aki most a testületnek és a tagja. Ezt a két tisztséget ezt be lehet tölteni párhuzamosan is? Igen, nincs összeférhetetlenség. Eddig is volt olyan, például az alpolgármester úr is a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja volt. Továbbra is, hát ott sem volt túl éles a verseny, hiszen az 5 helyre 5 jelentkező volt. Úgyhogy ott is mindenkit mondhatni 100%-kal választottak meg. És továbbra is vélhetően az elnök majd a Bakay Anikó marad, aki így most a képviselőtestületben, tehát a úgymond nagy önkormányzatban is képviselő tag lesz. Említettem már az alpolgármester urat, ő marad az alpolgármester, ez eldőlt már, volt-e már alakulülés, tehát hivatalosan is ez a testület, és olyan folytatja a munkát? Én felkértem alpolgármesterségre továbbra is, ő elvállalta, és egyeztetve a képviselőtestület tagjaival véletlenül meg is lesz, tehát megtörténik a megválasztása. A bizottságok külső tagjait is kijelöltük, remélhetőleg ők is megkapják a megfelelő támogatást. Mi a helyzet a megyei listával? A megyei lista az számunkra, vagy számomra, ugye hát én egy pártszövetség tagja vagyok, kedvezően alakult, még annál is kedvezőbben, mint ahogy szokott egyébként Perbálon. Perbálon hagyományosan a nemzeti oldal erős. Tavasszal is a májusban az Európa parlamenti választásokon
ebben a választókerületben a legmagasabb arányt érte el, és erre most még igen jelentősen rá is tudott javítani. Én, legalábbis az én saját statisztikám szerint messze magasan a legnagyobb százalékban nyert Perbálon a Fidesz-KDNP pártszövetség. 76%-ot kapott, második lett nálunk a, mint az sok helyen a Momentum, 13%-kal, harmadik a Demokratikus Koalíció 7%-kal, és az MSZP és a Jobbik 2-2%-ot kapott. Ugye a kollégákkal, a polgármester kollégákkal már beszéltünk, gratuláltunk egymásnak, aki újrázni tudott, többségük igen, és van egy-két meglepetés, azokat én megmondom őszintén, némelyiket sajnálom. Ahogy néztem, akár a Bödben, akár itt a választókerületben, a kollégák többsége az ismerős lesz, amikor majd összejövünk.